Urbán József Pál hagyatéki gyűjteménye kerül hamarosan kiállításra a Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeumában. Ebben az időszaki kiállításban középkori fegyverek, páncélok, sisakok és egyéb érdekes tárgyak másolatai kaptak helyet. Közel 200 darab tárgy került a múzeum gyűjteményébe, melyekből hamarosan megnyílik az időszaki tárlat. Évről évre azért takarékoskodott, hogy amikor kijut majd Spanyolországban gyártott toledói fegyvermásolatokból vásárolhasson. És így jött létre több évtizedes aprólékos munkájával egy tematikusan megtervezett gyűjtemény, ami igazából egy fegyvertörténeti gyűjtemény, amiben persze vannak hiátusok, nem egy folyamatos láncolat, alapvetően abból a termék skálából válogatott, amit ott a toledói mesterek kínáltak, de törekedett arra, hogy minden sorozatból akár egész sorozatok legyenek, vagy akár egy-egy példány. Az igazgató hozzátette, hogy ez a kiállítás jelenleg mint önálló egység kerül be a múzeum kínálatába. Vár vagyunk, tehát egy várban az, hogy fegyvereket mutatunk be, ez természetesen nem idegen. Természetesen nem a meglévő reneszánsz és rákóczi kori kiállításainkba kerülnek ezek a darabok, tehát ezt az átvételkor egyértelműen láttuk, hogy ezek nem a mi térségünkhöz, hanem Nyugat-Európához köthető tárgyaknak a másolatai, tehát ez idegen lenne, illetve azért is idegen, mert a mi kiállításainkban mindig eredeti tárgyak vannak. Viszont mint múzeumpedagógia, mint egy élményszerű múzeum, kép abszolút beleillik, és azért is most is ezen a kiállításon kvázi elkülönítjük, hogy egy önálló egységként, és nem vegyítjük a másik kiállítással. A múzeumnak további terve van a kiállítással. Egy múzeumpedagógiai szobában fognak a tárgyak helyet kapni, ahol az érdeklődők interaktív módon próbálhatják ki ezeket a tárgyakat.